Jó kívánok, köszöntöm Önöket! Csergő Tibor András, az RMDS Gyergyó Szent Miklósi polgármester jelöltje a vendégem, akivel a múltról, a jelenről, valamint az általa tervezett jövőről fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok! Jó kívánok! Kultúra szervezőből lett ön polgármester jelölt, és mondjuk el a nem Gyergyó Szent Miklósi nézőknek, hogy 2008-ban, tehát 12 évvel ezelőtt is neki rugaszkodott ön a polgármesteri széknek, akkor függetlenként, tehát nem valamelyik politikai pártnak a támogatásával. Most, ha jól látom, akkor ez sem szekte kedvét, de, de mi az, ami, ami arra indít egy a kultúra területén mozgó embert, egy múzeumigazgatót, hogy polgármester legyen. Hú, hát itt sok mindenről lehet most már beszélgetni. A lényeg az, hogy nem csak a kultúrából jövök, hanem mondhatnám azt, hogy az oktatásból is, hiszen a múzeumigazgatás előtt több tanár voltam Kolozsváron, majd Jegyőszem Miklóson is, és 2004-től vezettem a Tarisznyás Márton Múzeumot, úgyhogy ennek most már van egy ides tova, 16 éves kulturális menedzseri tapasztalatom, Uh, és persze ebben a közéletiség abban jelent meg, hogy uh, ugye hát uh, a Gyergyóban a múzeum, tehát a Tarisznyás Márton múzeum, az része a város közösség formálásának, közösségi életének, és 2008-ban nagyon sokan bíztattak abban, hogy induljak meg polgármester jelöltként, de hát uh, én nem voltam egy elkötelezett uh, egyikféle párt uh, opció felesem, és így próbáltam ki 2008-ban 33 évesen, a, a Gyergyőszent Miklósi független polgármester jelöltséget, ahol mondhatnám azt, hogy nem ö, értem el rossz eredményeket, hiszen néhány száz szavazatnyi különbséggel zárkoztam fel a két párt, a két ö, párt között, tehát az RMDS és az akkor induló MPP jelöltje mellé. Úgyhogy a közel 20 os akkori, ö, mondhatnám azt, ö, jelenlétem, az meghatározta a további életemet is, hiszen ismerté váltam a városba, és úgy gondolom, hogy azóta az intézményért, a városi közösséget való szolgálatom, a különböző munkáim, amelyeket letettem az asztalra, azok meggyőzték a lakó társaimat, lakótársaimat, sorstársaimat, munkatársaimat. Hát ugye szülővárosom Gyergyőszen Miklós, tehát mondhatnám azt, hogy nem akarok a profitája lenni ennek a városnak, hanem ennek a városnak egy szolgálatot teljesítő muzomigazgatás után egy városvezetője szeretnék lenni, egy polgármestere. És eltelt 12 év, és az a 12 év ugye rengeteg hiányosságot eredményezett, és ez a hiányérzet egy olyan elégedetlenséget szült. Hát most mondhatnám azt, hogy nem csak bennem, hanem most már látom a városnak a közvéleményében is, hogy bizony itt változtatni kell, váltani kell, és ez győzött meg abban, hogy ugye indultam a 2020 évelején szervezendő, az RMDS által szervezett előválasztáson, amelyet megnyertem, és akkor 2020. március 8-a után akoltak az előválasztások, ahol több mint 2000 ember ment el szavazni, vagy választani, és gyakorlatilag az eredmények kihirdetése után Fölvállaltam, és, és mai napig föntartom azt, hogy tudok az RMDS-nek, a Szövetségnek, Gyerggyőszent Miklóson egy új reményt adni, és egy sikeres négy éves mandátumot biztosítani. Most azon gondolkodom, hogy van-e még más olyan múzeum igazgató Erdélyben, nyilván Sorzoltánon kívül, aki polgármesteri babérokra törne, vagy polgármester lenne, ugye itt Marosvásárhelyen, Sors Zoltán múzeumigazgató a megyei múzeumnak az igazgatója lenne, polgármester, úgy másodszor kezd bele a választási küzdelembe? Hát Sors mi egy hajóba evezünk, hiszen együtt végeztük az egyetemet, mondhatnám azt, hogy szobatársak voltunk, együtt végeztük az egyetemet, együtt kezdtük a pályát, annyi, hogy néhány éve hamaribb lettem így Gyergyőszen Miklóson múzeumigazgató, mint ahogy ő Marosvásárhelyen de az érdekesség a kettőnk között az, hogy van egy kis különbség. Ő ezelőtt négy éve rnds indult, és most függetlenként indult. Én függetlenként kezdtem. Ő is függetlenként indult, csak támogatással. Hathatós támogatással, és most szintén ugye ő függetlenként indult meg. Én meg Gyergyőszem Miklóson úgy gondolom, hogy hiányzik az rnds nek a jelenléte most már 12 éve, és ezért fontos az, hogy mindaz, ami az, a, az én kompetenciám, az én tudásom, az én tapasztalatom, de ugyanakkor fontos az a politikai háttér, amit számunkra a Miklóson az LMDS tud felmutatni és tud képviselni, ami hiányzott az utóbbi 12 évben. Az ön programjában ilyen tízpontos programot hirdetett ön meg. Ebben fontos helyen van az infrastruktúra fejlesztés, és én már ebben a műsorban is meg több fel is elmondtam azt, hogy mindig megdöbbenéssel tapasztalom azt, hogy 2020-ban ez még mindig téma, hogy hát az infrastruktúrát fejleszteni kell, az utakat le kell aszfaltozni, a víz- és csatornahálózatot bővíteni kell. Tehát mi történt Gyergyóban az elmúlt időszakban, hogy ez nem sikerült? Hát sajnos meghozani? az utóbbi évtized az, hát a fejlődés elmaradt, tehát a Gyergyó térségi községek elhúztak Gyergyó mellett, és ez a leszakadás most már tűrhetetlenné vált, ami abban áll, abban áll, hogy az alapvető infrastruktúrák, tehát az ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, gázhálózatnak e a fejlesztése nem történt meg Gyergyőszer Miklóson, és persze nem csak a, a az alapinfrastruktúrákról beszélhetünk, hanem beszélhetünk az utakról, beszélhetünk a lakónegyedeknek az elhasználtságáról, hogy így fogalmazzam, hiszen amióta megépültek, komolyabb infrastruktúrális fejlesztések a lakónegyedekben sem történtek, azon kívül, hogy volt egy valamire való fűtésrehabilitáció, de ugye a fűtésrehabilitációnak is olyan következményei vannak, ami a városnak a jövő eleve veszélybe sodorták. Na most, a gond itt az, hogy uh, uh, még 2000, ugye a, a, a Gyergyasszony Miklós mindig várta azt, hogy bekerüljön az Európai Unióba, és hogy utolérjék ezek az Európai Uniós uh, fejlesztési lehetőségek, és uh, a mostani városvezetés 12 éve, tehát egy 12 éves uniós, Korszakban sem tudta elérni azt, amit a szomszédos RMDSZ-vezetési községek, vagy egyáltalán a megyében levő városok meg tudtak. Igen, de hát akkor csinálni. az volt, hogy a Hargita megyét ugye RMDSZ-es tanácselnök vezette, és akkor az volt, hogy Gyergyó nem kapott pénzt a fejlesztéseire a megyei tanácstól? Tehát ugye, hogyha nem ugyanazon politikai szövetségben vannak, a politikai szereplők, akkor nagyon nehéz a dialógus, nehezebb a párbeszéd, és annál kevesebb a bizalom. Na most sajnos Gyergyő Szent Miklós esetében ez messze menően kiütközött, és az utóbbi 12 évben mondhatnám azt, hogy a város elszigetelődött, elmagányosodott. Ez kinek volt a hibája a városvezetésnek? Hát elsősorban a városvezetésnek, mert ő nem akart teljes mértékben konzultálni, asztalhoz ülni a másik politikai, mondjam azt, vetétársával. Az RMDS nagyot nyitott 2016-ban azzal, hogy leült a vetélytárssal, és ugye Gyergyösszen Miklóson a mostani polgármestert támogatta, hogy mandátumot szerezzen, tehát hogy az RMDS nem indított jelöltet 16-ban, remélvén azt, hogy ezzel az összefogással erről a holdpontról, erről a recesszióból ki lehet mozdítani a várost. De az utóbbi négy év azt bizonyította be, hogy így sem lehet előrelépni, és ezért van arra szükség, hogy Gyergyő Szent Miklóson egy nagyon erős RNDS színű önkormányzat jöjjön létre, és egy RNDS-es polgármesterrel, hiszen most már a megyében ugye úgy gondolkozik a megyevezetés, és úgy gondolkozunk mi valamennyien, hogy itt egy térségi összefogás kell ahhoz, hogy ezt a 12 éves lemaradást tudjuk minél hamarabb leküzdeni, és egy olyan lehetőséget tudjunk a városnak biztosítani, hogy a következő uniós mandátumban tudjon felzárkozni, és hogy jó irányba tudjuk a városorsát vinni. A probléma az, hogy ma a városban úgy a közféra, mint a magánszféra, itt értem a gazdasági szereplőket, kezd szétesni. Rengeteg közszolgálati cég tönkrement, csődbe ment. Most egy ilyen kényszerhelyzet van, hogy ezek az alapinfrastrukturális fejlesztések, ami horribile dictu, az idén kezdődtek el, tehát a választási évben ugyanolyan szemfévesztésű, mondjam olyan szemfévesztés szagú munkálatok folynak, mint ahogy folytak 12-ben is, és attól tartunk, és nem szeretnénk megismételni azt, amit az utóbbi tíz évben láttunk, hogy csak a látszat munka van, hogy csak a befejezetlen munkák jellemzik a várost, és ezáltal előidéztek egy ilyen, mondhatnám azt, egy ilyen dezurbanizációs folyamatot. Ez abban is áll, hogy fogy a város lakossága. Tehát, hogy nem csak a fiatalok mennek el a városból, hanem elmegy az aktív középosztály is. Sőt, a nyugdíjas generáció is elmegy, azok, akik nyugdíjba mennek, és valamikor faluról költöztek be a városba, nagyon sokan fogják magukat is, kiköltöznek most falura, hiszen a faluban a környező szomszédos erős gyergyői községekben sokkal jobbak az életkörülmények, mint benn Gyergyőszeg Miklóson a lakótelepet. Már itt ilyen dezurbanizációról beszélünk, uh, ugye. Lehet, hogy ez rosszul esik önnek, mint Gyergyó Szent Miklósi születésű embernek, bárhogy is szépítjük Erdélynek ebből a feléből, Gyergyó Szent Miklós egy, egy poros kisvárosnak tűnik, amelyik az elmúlt időszakban egyre csak lefelesülhet. Én nagyon sokat járok Gyergyó remetére, és Gyergyó remete fényévekre van, úgy érzem, Gyergyó Szent Miklóstól. Hát az annak is köszönhető, hogy Gyergyó, Sze Ö, Gyergyó remetén van egy RMDS-es, községvezetés, aminek van most már egy múltja, és látszik az a következetes munka, amelynek a gyümölcse beírt. Itt annyira az RMDS-en múlik, minden hangsúlyozza, hogy RMDS-es községvezető, hogy itt nem víziója kell legyen egy községvezetőnek? Nézze, a, nagyon fontos az, hogy egy, egy akár egy menedzsernek, vagy akár egy polgármesternek meglegyenek a víziói, meglegyenek az elképzelései arra, hogy akár egy négy éves mandátumban, vagy akár egy tíz éves időszakban, hogyan gondolja, hogyan látja a városi és a közösségének a fejlesztését. És gondolom ez így van Gyergyő remetén is. De akár így van Csomafalván is, így van akár Gyergyő is. Igen ám, de önmagában ez még nem elég tényező, és ezért is van, hogy én nem vagyok egy független programmester jelölt, hanem az RMDS jelöltje, mert ahhoz csapat kell, ahhoz kell egy kellő szakértelem, ahhoz kell egy kellő politikai háttér, hogy ezek a megvalósít, hogy ezek az elképzelések valóban is meg tudjanak történni, és megvalósíthatóvá váljanak. Na most tekintve azt, hogy 30 éve az RNDS, az erdély magyarságnak a legfontosabb politikai érdekképviselete minden szinten képviselettel rendelkezik megyei, országos és uniós szinten is, ugye a brüsszeli jelenlét is fontos, én úgy gondolom, hogy ebben a hálózatban lehet csak előrelépni. Nincs más út, nincs más opció számunkra, hiszen mi arra kell törekedjünk, hogy ne arra építsük meg a játszótereinket, amikor már nem lesznek gyerekek, ne akkor építsük ki a járdákat, amikor már a városból leköltözött mindenki falura, hogy ne akkor, hanem mindent a maga ideibe tudjunk elkezdeni, befejezni ezekkel a fejlesztésekkel, és nagyon fontos az is, egyébként beszélgetve az rmds es és nem csak az rmds es szomszédos községek polgármesterével, ők is azt látják, hogy a fejlődésnek elértek egy olyan szakaszához, hogy nekik is fontossá vált a tovább lépéshez a városnak a fejlesztése. Hiszen most már azt látjuk, hogy mindjárt a községek tartják életben Gyergyószemiklóst, aki most már nem talál magára ides tova 12 éves. És közben ez fordítva kellene, hogy legyen itt. Ön az hát. imént a párbeszéd hiányát említette. A, ön beszélt a, a választópolgárokkal, ön itt elmondta azt, hogy milyennek látja Gyergyó Szent Miklóst. Ugyanígy vélekednek a választópolgárok is? Hogyne. Tehát több kisebb, hát ugye most már a járványügyi helyzet miatt nem lehet sem látványosabb, se nagyobb létszámú uh, tanácskozásokat Igen, ez lehetőséget alatt, ad arra, hogy sokkal személyesebb beszélgetések Főleg személyesebb, és annál meghittebb kapcsolatokat lehet kiépíteni. És a tegnap is voltam egy ilyen találkozón, ahol szintén a lakók, hát majdnem ugyanazt el tudják mondani, amit most én, mondhatnám azt, hogy közvetítem azt a fajta elégedetlenségüket, uh, amelyek az évek során felhalmozódtak. Tehát az látszik, hogy a Gyergyőszer Miklóson váltó hangulat van, ez felmérések a válság. Vannak tehát vannak felmérések, de most a felmérések mellett nagyon egyszerű a példa. Hat polgármester jelölt van, Györgyösztön Miklóson. Amikor így gombamód megszaporodnak a polgármester jelöltek, akkor azt jelenti, hogy a városban valami nem működik. Tehát, hogy sokan elégedetlenkednek, sokféle opció van. Most mondhatnám azt is, hogy a változatosság Györgyösztön Miklóson gyönyörködtet a polgármesterek felhozatalában, de mégis, hogyha komolyabban szemléljük, akkor egy eléggé szomorú helyzet van, mert mert mostanig is csak rossz irányba megy a város, és ebből a holdbondból ki kell mozdítani. Tehát Gyergyő Miklóson az igazi változást csak az RNDS képviseli, és pedig egy RNDS többségi tanácssal, és egy RMDSZ polgármesterre. Térjünk vissza egy picit a programjára. Ugye beszéltünk az infrastruktúra fejlesztésről, a fűtés és gázrendszer korszerűsítése is várat még magára a Miklóson. Ez is egy olyan probléma, amelyet más helyeken már rég megoldott, vagy ez már el van felejtve. Hát most mondom azt, hogy történészként, vagy akár helytörténészként itt most egy külön kurzust lehetne arról tartani, hogy a város mióta álmodozik arról, hogy eléri a gázhálózat. Na ez megtörtént érdekes módon 2007-ben, és 2007-ben ugye a lakotelepi kazánházakat rákötték a gázhálózatra, és elkezdték működtetni. Igen, ám de 2008-ban jött a rendszerváltás, más vette át a város, más párt vette át a város kormányzását, és ők egyáltalán nem a helyi erőforrásokból akartak uh, továbbra is fejleszteni, hanem egyszerűen magyarországi partnereket, magáncigeket hoztak be azzal, hogy tovább fejlesztik a városnak a fűtéshálózatát, amit meg is tettek, óriási áldozatokkal, és mai napig annak a sebei nyomai hátra maradtak a városba. Na de valahogy elindult ez a távfőszolgáltatás, igen, ám de ez nem ment sokáig, hiszen épp a mostani leköszönő polgármester mandátuma elején történt meg az, hogy olyan magas árakat próbáltak a lakosságra hárítani a távfő áraként, amit már nem lehetett fölvállalni, és ezáltal a, tá a külföldi távfőszolgáltató ugye a várost hibáztatva felbontotta a munkaszerződést, és elment a városból, persze kártérítési pert is megnyerve, és komoly összegeket követel a város részéről, hogy az ő befektetése, amit akkor elindított, ugye visszatéríthessék, mert egy 25 éves mandátumra volt neki kiadva a városnak a távfőszolgáltatása, amiből működtetett szűken néhány évet, négy évet. Na most ugye egy készerhelyzetbe került, 17-ben a város, hogy gyakorlatilag a, a tömbház negyedek füttés nélkül maradtak, mert nem volt szolgáltató. Kényszer helyzetből muszáj volt létrehozza megint a saját szolgáltatóját, ugyanez a politikai érdekcsoportosulás, amelyik tönkretette ja, évvel. az előtt néhány Igen, már a városnak az ügykezelésében Most már a város tartozott. ügykezelésébe van, így van, de érdekes módon, hogy ez az utóbbi két, most ez lesz a harmadik fűtés szezon, amit elindítnak, de ugyanazokkal az árokkal. Mi úgy látjuk, RMDSZ, hogy ezekkel, ezekhez az árakhoz hozzá kell nyúlni, kell észszerűsíteni, és egy korrekt, és korrekt módon kiszámlázható távhő árat kell biztosítani a lakónegyedeknek, hiszen nagyon magas. Az országban az egyik legmagasabb árral dolgozunk. A most a is Így van, leghidegebb, Ön. és éppen ezért, hiszen kilenc hónapig mondhatnám azt, hogy szolgáltatást kell biztosítani. Itt az imént azt mondta, hogy a legköszönő polgármester ennyire biztos a sikerben? Gyergőszem Miklósnak nincs más lehetősége. Tehát ahhoz, hogy a kitörési pontja, tehát egyedüli kitörési pontja csak az van, hogyha az RMDS átveszi a város vezetését. vissza a programra. A fiatal vállalkozókat összefogva a nagyvállalkozókkal lehetőséget akarunk biztosítani a munkahelyteremtésre. Ezt mondja ön. Hogy áll a munkanélküliség iránt a Gyergyóban? Külföldön dolgoznak, nincs munkahely, mi van ezen a szinten? Hát most mondhatnám azt, hogy nem csak ez egy Miklósi specialitás, hanem egész országra jellemző az, főleg emiatt a járványügyi helyzet miatt. De Hargita megye azért a munkanélküliségi ráta tekintetében jóval az országos átlag fölött van, tehát több a munkanélküli a Hargita megyében, mint teszem azt Kovász megyében, Maros megyében. Valószínűleg százalékarányokra nézve így van, de nem annyira szembetűnő és annyira látványos ez a különbség, hogy akkor különböző mondjam, az nagyobb programokat vagy mozgalmakat kellett volna ennek meghirdetni. Így van. Igen, ám, de van egy probléma. A probléma az, hogy a, a munkaadók panaszkodnak, hogy nincs munkaerő, és az akiket nem tudnak alkalmazni, azok meg panaszkodnak azért, hogy nincs, munk tehát, hogy nincs munkahely. Tehát ez egy kettős probléma, és úgy gondolom, hogy a városnak feladata kötelezettsége, mármint a városvezetésnek, hogy ezt a két problémát egységesen tudjuk kezelni, hogy az, aki munkahelyet keres, az találjon, és az a vállalkozó, aki munkaerőt keres, az szintén találjon kellő tapasztalattal, kellő felkészültséggel rendelkező munkaerőt. Gyergyónak a gazdasága nagyon alul teljesít egyébként, tehát hogyha a megyeiben megnézzük, ugye akár ennek az évnek a számadatait, amit most az a helyzet, hogy nem tudok nagyon pontos számokat mondani, és nem is akarok most megtotózni, meglottózni ezeket a számokat, de a tendencia az, hogy egy leszakadó gazdaság van és a megyében a számarányának megfelelően is nagyon alul teljesít, tehát hogy Csíkszereda és Udvarhely mellett. Na most ez azt jelenti, hogy nem csak a közfélában vannak problémák, hanem a magánszférában Nagyon kevés a gazdasági szereplő, ami azt jelenti, hogy kevés a jól működő cég, Kevés a, a, azok a kisvállalkozások, vagy akár a középvállalkozások, amelyek megfelelő. De van olyan szektor, ami, ami jól működhetne a gyergyóban az ön Igen, szerint? Igen, így. A, érdekes módon ugye gyergyót mindig úgy kezelték, hogy a faiparnak a központja, vagy a hazája, hiszen nem hiába van a címerében is a fenyőfa, de érdekes módon, hogy a technológiai elavultság, illetve a piaci helyzet alakulása miatt, egy picit visszaesett a, 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 régi ismert cégeknek a teljesítménye, illetve a termelékenysége, és lassan ezek a régi faipari cégek egyszerűen átprofilálódnak építőipari cégekké, azt vettük észre a helyi vállalkozók tekintetében, de ugyanakkor nagyon megerősödött, és erre nagyon oda kellene figyelni, és ezt, ennek a hiányát látta mostanig a városvezetés részéről, hogy beerősödött az élelmiszeripar. Tehát mondhatnám azt, hogy ma Gyergyó Szent Miklós Székelyföld tekintetében majdnem egy ilyen a, 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 húsfeldolgozásnak a fővárosává vált, hiszen több jó nevű cég dolgozik. Na most mondhatnám azt is történész szakmámból kifolyólag, hogy ez nagyon jó, hiszen valamikor nem csak a fejiparáról volt híres Gyergyó, hanem híres volt az őrmény származású tímárjairól, mészárosairól, és volt egy, ennek egy olyan, mondhatnám azt, hogy le, tehát e, ugye egy gasztrókultúrája, amit szintén ehhez az élelmiszeriparhoz akár kulturális ajánlatként hozzá lehetne kötni. Na most ez nagyon fontos, hogy az élelmiszeriparban levő gazdasági szereplőket összegyűjteni, és persze ez nem csak Gyergyőszer Miklósról szól, hanem a térségről. Hogyha megnézzük, Gyergyó remetén csokoládégyár van, tekerőpatakon jól működő sajtgyár sajt van. Tehát Gyergyó térségének van egy életre való, egy életképes élelmiszeripara, amit városi szinten is kell támogatni, és a városi képviseletben továbbvinni megyei szintre is, akár országos szintre is. És úgy látom, hogy a Gyergyó gazdaságának ez egy nagyon fontos kitörési pontja lesz, hogyha alányul a városvezetés. És ezeket az élelmiszeripari gazdasági szereplőket tovább bátorítja, sőt, közös fejlesztési programokat fog kidolgozni. A még két percünk, ön az előválasztási kampánya során nyitottságról, számonkérhetőségről, közösség iránti felelősségről beszélt. Ez a titka a város fejlődésének? Ez a bizalom titka, hiszen egy szemléletváltásra van szükség, és mi így tudjuk fölvállalni. Tehát mondhatnám azt is, hogy megnéztem, hogy 2016-ban hogy indult el az új városvezetés, a mostani leköszönő városvezetés, hogy mit szeretett volna megcsinálni. Rengeteg mindent felsoroltak, és ebből alig egyet-kettőt sikerült elkészíteni, és mégis ettől a számon kéréstől, hogy miért nem sikerült a négy év alatt felmutatni valamit, egyértelműen menekülnek, és mind olyan manipulatív kampányakciókat rendeznek, hogy ez a szög a zsákból ne bújjon ki. Na most én nem így képzelem el, én menedzser vagyok, nem először pályáztam meg a múzeumi tisztség, vezetői tisztséget, én ahhoz vagyok szokva, mint probléma megoldó ember, vagy probléma megoldó menedzser, hogy minden három-négy évben azokat a menedzseri terveket, ami alapján elnyertem, akár a múzeum is, most már mondhatnám azt, hogy a polgármesteri tisztséget, az mindig számunkérhető legyen a végén. Tehát, hogy elszámoltatható legyen. Ma már projektmódszerekkel dolgozunk, Ma már egy menedzsernek és a polgármester is valahol egy menedzser szellemiségű ember kell legyen. Nagyon fontos az, hogy elszámoltatható legyen. Az a kis füzet, amiben programfüzet, amit ugye a lakosság kezébe adunk és kérjük az ő bizalmát, az nem más, mint egy minimiszt. Tehát egy olyan minimális program, mint hogy megszoktuk mi a menedzseri rendszerben, hogy van egy minimális program, és akkor lehet menni a maximális fele. De ez a minimum, amit majd négy év múlva számon kérhetnek tőlünk. Na most a számon kérés erről szól. A, Az átláthatóság az pedig arról szól, hogy az emberekkel kommunikálni kell, és nem elég mondhatnám azt, hogy a közösségi hálón vagy a helyi torzított médián keresztül vezetni és egyoldalú kommunikációt folytatni a várossal. Mert nagyon ritkán hallgatják meg a másik felet, és a másik fél az pedig a lakosság a lakosság önt meg fogja hallgatni, és ön is meg fogja hallgatni a lakosságot. Köszönöm a esti beszélgetést, nézőknek köszönöm a figyelmet, várom őket hétfőn, este 8 órától a Fókuszban Maros legyen szép estéjük. Viszontlátásra!